Kezdődnek novemberben a földárverések, december végéig 470 ingatlant adnak el Baranyában. Egy életutat ismertek el, pedagógusi díszdiplomákat adtak át Pécsett. Műsoron a Bóbita Bábszínház legújabb előadása, a cigány kultúrából merít Bagoly kisasszony meséje. Technikás, nehéz versenyre van kilátás, hétvégén rendezik a 49. Mecsek Rallit. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Határzárral kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt a rendőrség szeptember 15-től hétfő éjfélig 696 emberrel szemben rendelt el nyomozást. Január 1-től hétfő éjfélig 366.409 ember ellen intézkedtek a magyar rendőrök illegális határátlépés miatt, közölte az országos rendőrfőkapitányság helyettes szóvivője. Gál Kristóf elmondta, a hétfői 8.702 illegális határátlépésből 8.634 a horvát oldalról, 68 a szerb oldalról történt. Kezdődnek novemberben a földárverések Baranyában. Összesen 470 állami földterület kerülhet magánkézbe december végéig. Azt azonban megmondani nem lehet, hogy pontosan ez hány hektárt jelent. Jellemzően 3 és 10 hektáros területekről van szó, tájékoztatott kedden a megyei kormány megbízott. Az árverésen csak helyben lakó, gazdaként bejegyzett és 300 hektárnál több termőfölddel nem rendelkező licitálók vehetnek csak részt. Állami tulajdonú földeket bocsátanak árverésre Baranya megyében is. A licit eljárást a megyei kormányhivatal bonyolítja le. Baranya megyében 470 azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyek ebben a programban meghirdetésre kerülnek. A hirdetmények szövege a pénteki napon el fog készülni, mi ezt a Nemzeti Földalappal jóvá fogjuk hagyatni, és a hétfői napon, október 22-én nyilvánosságra fog kerülni. Az árveréseket november 23-a és december 23-a között tartják. Naponta 8-9 területet értékesítenek majd így. Az állam csak egy bizonyos összeg fölött adja el a földeket. A helyben szokásos ár plusz 10%, a helyben szokásos ár pedig egy ingatlan becslői értékbecslés alapján került meghatározásra. Természetesen, mivel mondtam, hogy van szántó, van rétlegelő, értelemszerűen ezeknek a besorolás alapján változik az ingatlan értéke, valamint részben az is árnyalja ezt az összeget, hogy osztatlan közös tulajdonról van-e szó, vagy egy per egyről. 3 hektárnál nagyobb területekről van szó, de a tulajdonviszonyok miatt megmondani ma nem lehet, hogy összesen mekkora földtulajdon kerülhet magánkézbe. Csak az licitálhat majd, aki helyben, vagyis a terület 20 kilométeres körzetében lakik, regisztrált gazdálkodó, és 300 hektárnál nincs jelenleg nagyobb földterülete a tulajdonában. Az ingatlanok vásárlását különböző hitel lehetőségekkel is segíti az állam. Azok a területek, amelyek értékesítése sikertelen lesz, visszakerülnek a Nemzeti Földalaphoz. Nem volt adósság a Kozár Mislánynak, amit a kormánynak át kellett volna vállalnia, így részesülhet a belügyminisztériumi jutalomkeretből, így 180 milliós értékben fejleszthetnek. A legnagyobb elem terveikben a József Attila útra csatlakozó nyugati bekötőút megépítése, illetve befejezése. Az út ellen azonban tiltakoztak nemrég a területen élő, nyugalmukat féltő lakók, aláírásokat is gyűjtöttek. Bíró Károly polgármester azt mondta, több fórumot is tartottak, és sikerült olyan megoldásban megegyezniük, amely minden félnek tetsző. Az önkormányzat már meg is rendelt egy forgalomtechnikai felülvizsgálatot. Arra keresnek választ, hogyan lehet az átmenő forgalmat csökkenteni a lakott területen. A bekötő út ugyanis az autópályára vezető elkerülő utat köti össze a lakóteleppel, amint egy 600 méteres bekötő út befejezésére megvannak a szükséges engedélyek, és a kivitelezésre is kértek be ajánlatokat. Díszdiplomás pedagógusokat köszöntött Pécs város nevében Őri László alpolgármester, 13 pécsi pedagógus 60, 65, 70, illetve 75 esztendeje szerezte meg diplomáját. A baranyai megyeszékhelyen hagyomány, hogy évről évre ilyen módon tisztelegnek az oktatók nevelők előtt. Önök egy évtizeddel ezelőtt vették át friss, óvónő, pedagógusi, tanítói diplomájukat. És talán akkor még nem is sejtették azt, hogy
nem csak az írás, az olvasás, a számtart, vagy adott esetben hazán történelmi kell a gyermekeknek megtanítani, hanem sokkal több az a feladat, ami akkor önökre vár, hiszen oktató nevelő munkát vállalkoztak arra, hogy a legkisebbeket próbálják közösségbe kovácsolni és hajós kapitányként kormányozni életük első, ám de nehéz időszakában. Fontos volt, hogy milyen kérdéseket tesznek föl nekik, hogy az érdeklődésüket milyen irányba terelhetik, hogy aztán később felső tagozatban, gimnáziumban, vagy kiki tovább tanulva az egyetemen a legjobbat tudja kihozni magából. Befutott a Bükkös divízbe két ló hétfő délután Szentlőrincen. A katasztrófa védelem közlése szerint az egyik ló elszabadult, majd befogása után a kocsival együtt a patakba futott. A szigetvári tűzoltók mentőkötél és létra segítségével húzták ki az egyik állatot a patakból. A másik lovat azonban maga alá temette a fogat és elpusztult. A tűzoltók munkáját a tulajdonos és egy állatorvos is segítette a közel egy órás mentés során. Személyi sérülés nem történt. Idős embert rabolt ki egy pécsi nő, ezért a Pécsi Járásbíróság október 10-én elrendelte előzetes letartóztatását rablásbüntet miatt. A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2015. június 17-én a délelőtti órákban Pécset bekopogott az idős sértetthez, aki az ajtózárját kinyitotta, de felszólította az általa ismeretlen kopogtatót, hogy távozzon. A nő azt mondta, hogy a rezsicsökkentés miatt jött, majd az ajtót belökve a lakás nyomult. A sértett elesett és beverte a fejét. Amíg a sértett feltápászkodott, a gyanúsított az egyik szekrényéből kivett egy borítékot a benne lévő 90 000 forinttal, és a helyszínről elmenekült. Az előzetes letartóztatást egy hónapra rendelte el a járásbíróság. Bemutatta új előadását a Búbita Bábszínház. A társulat ezúttal a cigány kultúrkörből merített. Szécsi Magda főként az Aranyhalas Lószemtükre című meséje köré épülő előadását állították színpadra Perény Balázs rendezésében, aki már 2 évvel ezelőtt dolgozott a Búbitában a Tettyei Muzsikusok című előadás alkalmával. A Bagoly Kisasszony meséje címet kapta a jelen produkció, mely a más kultúrák elfogadása mellett még számos fontos értékre igyekszik felhívni a figyelmet, sok-sok humorral fűszerezve. Komplex a történet, hiszen van egy keret történetünk, van egy központi figuránk, egy mesélünk, narrátorunk, a Bagoly Kisasszony, aki két fiú történeten keresztül mesél a barátságról, a magányról, az útkeresésről, a szerelem lehetőségéről és lehetetlenségéről, és nyilvánvalóan nagyon finoman és nagyon költőien megfogalmazva magáról, a cigányságról is mesél. Tehát ez maga a tartalmi rész. Látványszinten is komplex a dolog, hiszen élőjáték, maszkos játék, bunrakú figurák, árnyjáték, tárgyanimáció, nagyon sokféle technika előfordul az előadásban. Jövőre több mint 1,5 millió, 2017-től pedig mintegy 3,8 millió magánszemély adózónak nem kell az adóbevallást benyújtania. Helyettük a dokumentumot az adóhatóság készíti majd el. Közölte Tálai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára kedden. A Nemzetgazdasági Tárca kedden benyújtja az országgyűlésnek az adózás rendjéről szóló törvénymódosítási javaslatát. Tálai András ismertetése szerint 2015-ös év utáni adóbevallást annál a több mint 1,5 millió magánszeménynél, akiknek kizárólag munkáltatótól származó jövedelme van, és nem vesznek igénybe adókedvezményt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti majd el. A 2016-ra vonatkozó adóbevallást 2017-ben már teljes egészében az adóhivatal fogja elvégezni. Ez azt jelenti, hogy 3,5-től 3,8 millió ember nem kell bevallást benyújtania, sem elektronikus, sem papír alapon, közölte az államtitkár.
Emeli bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A 95-ös benzinára nem változik, értesült piaci forrásokból az MTI hétfőn. Az emeléssel a gázolaj átlagára 349-350 forintra nő, a 95-ös benziné 337-338 forint marad. Legutóbb pénteken változtak az árak, akkor a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolai 2 forinttal emelkedett. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. 150 nevezés érkezett a 49. Mecsek rallira, ebből 55 az országos rally bajnokira, 41 a historik EB futamra, a többi pedig a Rally 2 OB-re. Az idei versenyt október 16-a és 18-a között rendezik meg. Technikás, nehéz versenynek ígérkezik az idei, sorban a 49. Mecsek Rally. A verseny az idén is a Széchenyi téről indul pénteken, a prológot pedig még aznap a pécsi repülőtéren tartják meg. 150 indulóval neveztek eddig a Mecsek Rallyba. Nagyon örülünk neki, hiszen nemzetközi mezőnye is lesz. Mindig népszerű volt a Mecsek Rally Pécset. A számból is ítélve ez a 49. azért több évtizedes múltra tekint vissza. Ez egy ténylegesen hagyományteremtő rendezvény. Volt, amikor több százezer ember volt, hiszen a IRC volt nemrégen. Most is több ezer embert várunk, azért is fontos ez, mert vendégészakák szempontjából is, hát a sportszeretők szempontjából is családokat várunk föl a meccsekre. A különlegessége számunkra ez a Pogány reptéri prolog, ahol nagyon-nagyon látványos lesz, egy 300 fős lelátónk, de több ezer embert várunk oda is. Igazából ott lehet test közelből az autókat megnézni, és ott lehet látni, hogy mennyire ügyesek ezek a pilóták. Nagy Csaba, a szervezőbizottság elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egyik gyorsasági szakasz a híres pécsváradi lányvásár rendezvény helyszíne mellől a település központjából rajtol majd. De a programba 7 év után újra bekerült a Trefort pusztai gyorsasági szakasz, mely természetvédelmi területen zajlik majd, így itt nézők nélkül kell végig szánguldaniuk a versenyzőknek. A sajtótájékoztatón elmondták, a Mecsek Rally a város első 5 top rendezvénye közé tartozik, a nézők számát tekintve pedig a legnépszerűbb. Idegenforgalmi szempontból előnyös, hiszen nagyon sok szálláshelyet vesznek ilyenkor igénybe azok, akik az autósportot szeretik és szerelmesek a rallyba. Talán ez az egyik legfontosabb, illetve a másik, hogy sportértékben azt gondolom, hogy az egyik legértékesebb, legnehezebb magyarországi rally versenyről van szó. Az indulók között ott lesz a 7-szeres bajnok ifjabb Tóth János is, aki idén 3 éves szünet után tért vissza, de már nincs esély az újabb elsőségre. Az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a bajnoki címet ebben az évben a Herceg Norbert, Bacigál Igor kettős nyeri. A pécsváradi leányvásárról is láthatnak rajtot a rali kedvelők. A szurkolók a város egyik frekventált pontján láthatják majd a száguldozó technikai csodákat. Zádori János pécsvárad polgármestere híradónknak elmondta, évekkel ezelőtt az IRC futam is nagy érdeklődésnek örvendett. Hasonló sikerek várhatók a 49. Mecsek rallitól is. Nagyon örülök, hogy ezt a 49-es számot említette, mert Nagy Csaba úrral, amikor egyeztettünk, akkor kiderült, hogy 49. leányvásár lesz, ami Pécsvárad legnagyobb ünnepe, és ennek része lesz a Mecsek Rally egyik gyorsasági szakasza, ami a város egy frekventált utcáján keresztül megy fel az Engőre. Hát csak azt kell mondjam, hogy folyamatosan jönnek Facebookon, telefonon az érdeklődések, hogy mikor, hol, merre. Ez egy óriási dolog. Pár évvel ezelőtt, amikor itt volt az IRC futam, minden pécsváradi megmozdult. Mindenki ott volt az erdőbe, hol bujkálva, ahol nem szabadott megjelenni. Ezt mindenki nagyon várja. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Azonnali segítségre van szükségük a migránsválságban érintett önkormányzatoknak, hívta fel a figyelmet a Jakó Gergely. A Somogy megyei közgyűlés elnöke 1 millió forintot ajánlott fel elnöki keretéből Barcs és Zákány önkormányzatának. Ezzel együtt felszólítja a magyarországi települések vezetőit, fővárosi és megyei közgyűléseit, hogy a lehetőségeikhez mérten támogassák az érintett településeket. Éjjel és nappal is folyamatosan érkeztek Barcsra a migránsok Horvátország felől. Naponta több ezren jöttek át a határon, és ez új feladat elé állította a várost. Barcson is fogadópontot alakítottak ki, megszervezték az élelmezésüket és az egészségügyi ellátásukat is. Ez nem kis terhet rótt az önkormányzatra. Annak a háttér
nek a megteremtése, amelyik akár az illemhelyekkel, akár a takarítással, akár a sátrak felállításával, vagy az egészségügyi ellátással kapcsolatos, ezt természetesen meg kellett teremteni a 15 ezer emberhez is, és hát ezek most is a rendelkezésünkre állnak, és addig, ameddig ez várhatóan jöhetnek, addig ezt fenn is kell tartani. A plusz munka plusz költségekkel is járt. Zákányba eddig közel 70 ezer migráns érkezett. Az 1000 fős településen a hatalmas méretű emberáradattal szemben folyamatosan állják a sarat. Szeptember óta ott is rend van, nincs pánik hangulat a helyiek összefogásának köszönhetően. Bár a kialakult helyzetet tudta kezelni a kissomogyi település, ám a kiadások megviselik az önkormányzatot. Eleinte még 1-2 millió forintról beszéltünk itt elsősorban a veszélyes hulladék eltakarítására gondolok. Most már nagyobbak a tételek, nyilván ahogy nőnek a számok. Sajnos az esős időjárás és minden egyéb, ami ezzel kapcsolódik, a sár és annak az utak rendbetétele, tehát itt már 10 milliós nagyságrendről beszélünk. A migrációs válságban érintett két somogyi településnek 500-500 ezer forintos támogatást ajánlott fel Jakó Gergely. A Somogy megyei közgyűlés elnöke szerint az önkormányzatok erőn felül teljesítettek, ezért nem hagyhatjuk őket magukra. Csak a hétvégén 23 ezer migráns érkezett az országba, Barcs 11 ezer lakosú, Zákány 1000 lakosú. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy jövésmenés minden egyes településnek az életét felbolygatja. Éppen ezért mi a segítségünket csak ezen a módon tudjuk kifejezni, és ezért szeretnénk azt, hogy mindenki csatlakozna hozzá. Jakó Gergely arra szólította fel a magyarországi települések vezetőit, fővárosi és megyei közgyűléseit, hogy kövessék példáját, és lehetőségeikhez mérten támogassák a migrációs válságban érintett önkormányzatokat. Összefogás, hit, remény. Ez volt a 2015-ös Balassa nap szlogenje. A Vármegyeháza dísztermében szombaton a szakmaiságé volt a főszerep, míg este az ünnepségen a dolgozók méltatása és köszöntése után kiosztották a már hagyományos miniszteri kitüntetéseket és Balassa díjakat. Szombaton egész nap a szakmáé volt a főszerep a 15. Balassa napon. A tudományos ülésen az egészségügyi konszolidáció, az intézményvezetés és a kórházmenedzsment is szerepet kapott. Minden évben van egy szlogen. Az idén az összefogás, hit, remény az a szlogen, amire építettük a szakmai blokkot. Itt egyrészt szeretnénk arra emlékeztetni a résztvevőket, hogy itt a város, a megye, az orvosok összefogásával tudunk felmutatni nagyon szép eredményeket, másrészt pedig, hogy reménykedünk abba, hogy valahogy javul az egészségügy finanszírozása, az általános helyzet, és ebbe való hitünket is szeretnénk megfogalmazni. A főigazgató az esti ünnepi díjátadón beszédében a végvári vitézekhez hasonlította az egészségügy dolgozóit. Ács Rezső polgármester videó üzenetben fogalmazta meg azt a támogatást, amire a jövőben is számíthat a Balassa János Kórház. Az elmúlt hónapokban átadtunk egy új részleget a gyermekosztályon. A város a kórház megkeresésére a leszerelt klímákból biztosított eszközöket ahhoz, hogy ezt tudják használni, illetve szintén saját költségvetésünkből közösen a kórházzal, illetve a rendelőintézettel kifestettük magát a rendelőintézetet, amit 1500-an keresnek fel naponta. Idén is kiosztották a hagyományos kitüntetéseket. Miniszteri dicséretben Mózer Tamás ortopéd főorvos és Sári József csoportvezető mellett az urológiai gégészeti mátrix munkacsoport részesült. Az a fajta törekvésünk, ami a szervezettségre, meg a napi működő képességre irányul, hát ez mindenképpen a szervezettségen alapul, és ezáltal azon a hatékonyságon, amelyben minden kolléganőm, illetve én magam is azt képviselem, hogy egy betegközpontú, embercentrikus csoport legyünk. Balassa díjat különböző kategóriákban 10-en vehettek át idén. A rendezvényről bővebben Balassa magazinunkban láthatnak majd összefoglalót. Egy héten át a vakok világával ismerkedhetnek a látogatók a Takács Gyula megyei és városi könyvtárban. A Láthatatlan Valóság című rendezvény sorozaton a gyerekek kipróbálhatják, milyen sötétségben élni és különféle segédeszközök segítségével közlekedni. A rendezvény célja, hogy megismertesse és közelebb hozza a látássérültek világát a látótársadalomhoz. Gyufa! Foka! 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 Foka!
abban mit tartott? Bekötött szemmel, csak a tapintásukra hagyatkozva kellett felismerniük a gyerekeknek, milyen tárgyakat rejt a doboz. Habár a Láthatatlan Valóság című rendezvénysorozat programjai a gyerekek számára játékos élményt nyújtanak, a legtöbben felismerték a komolyabb, mögöttes tartalmat is. Nem láttál semmit? Nem láttam, mivel szemkötő volt rajtunk. És így milyen volt mindez? Hát nem a legjobb, de nem szeretném megélni a vakságot. Lenke bekötött szemmel, fehér bot segítségével próbált tájékozódni. Kicsit ijesztő volt így úgy érezni, mintha semmi közepén mennék, hogy így, hogy bármikor eleshetek. A Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesülete évek óta szervez olyan rendezvényeket, amelyek közelebb hozzák a látó emberek számára a látássérültek világát és mindennapi gondjaikat. Igazából az elsődleges célunk ilyenkor mindig az, hogy az emberek lássák azt. Egyrészt, hogy ne tartsanak tőlünk, ne féljenek tőlünk, lássák azt, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Annyi különbsége, hogy bizonyos dolgokat máshogy oldunk meg, segédeszközökkel oldunk meg. A főzést például beszélő konyhai mérleg segítik. 17,6 g. Számos játék is készült már a vakok számára, például tapintható dominó vagy Rubik kocka is. Ezeket is kipróbálhatták az érdeklődők a Takács Gyula megyei és városi könyvtár programján. Halhamburgert és halfasírtot is kóstolhattak azok, akik a hétvégén ellátogattak a Siófoki Halfesztiválra. A háromnapos rendezvény célja, hogy népszerűsítse a magyar halat és a halfogyasztást. A gasztronómiai ínyenségek mellett természetesen kulturális programok is várták az érdeklődőket. Keszek, igen, de kaptam egy kis busát is, ami nagyon finom. Sorban álltak a finom falatokért hétvégén a Siófoki Halfesztiválon. A háromnapos eseményre az ország minden részéről érkeztek látogatók. Andreáék Dunaújvárosból jöttek egy igazi balatoni halászléért. A pontyot szeretjük legfőképpen, tehát azt fogyasztjuk. Ez a kedvencünk. És jó, hogyha mást is kóstolunk, tehát itt lehetőség van arra, hogy más elkészítési móddal is találkozzunk, mint a klasszikus hagyományos konyhában. S valóban a nem mindennapi ízek kedvelőit igazi különlegességek várták. Ők ezt a harcsás köles ropogóst is megkóstolhatták. Két változata van, az egyik az sárgarépával, van reszelt sárgarépával és uborkával, a másikban sütőtököt tettünk, Halloween van, október van, egy kicsit különlegessé tettük a harcsaételt. Nagyon finom, nagyon egészséges, kicsit elfelejtettük a gabonát, ezt a köles gabonát, mert azt mondjuk, hogy nem vagyunk mi madarak, közben beépíthető az étkezésünkbe, és a cukorbetegek is fogyasztatják. A háromnapos fesztiválon a gasztronómiai különlegességek mellett kulturális programok is várták a látogatókat. Ezek voltak a régió hírei. A holnapi időjárás részletei előtt a legfontosabbak következnek még egyszer egy-egy mondatban. Kezdődnek novemberben a földárverések, december végéig 470 ingatlant adnak el Baranyában. Egy életutat ismertek el, pedagógusi díszdiplomákat adtak át Pécsett. Műsoron a Bóbita Bábszínház legújabb előadása, a cigány kultúrából merít Bagoly kisasszony meséje. Technikás, nehéz versenyre van kilátás, hétvégén rendezik a 49. Mecsek Rallit. Szerdán sokfelé várható eső, zápor. A Dunántúlon délen és a középső tájakon többfelé ismét jelentős mennyiségű esőre kell készülni. Enyhébb lesz a hajnal, napközben pedig az időnként szeles időben 9-16 fok várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!